Tenerife, valljuk be, nem ismeretlen a széles utazóközönség számára. Egy klasszikus álomsziget, fantasztikus időjárással, prima strandokkal, finom borokkal és fenséges ételekkel. Éppen ezért volt bennem egy kis kételj, hogy mi lehet érdekes egy népszerű nyaraló és telelőhelyen. Szép hotelekről, elégedett turistákról, luxusról, ugyanis már láttunk korábban rengeteg beszámolót. Hogy lesz ez a film más? Ezen gondolkodtam. Kételjeim aztán gyorsan tovaszáltak. Tenerife először megcsapkodta érzékeimet, aztán szíven ütött. Kellemes és simogató verés volt. Igen, ilyen ez a sziget. Egyszerre támad az agyra és a szívre, és mégis nagyon jó érzés. De nem is szaporítom a szót tovább, menjünk, utazzanak velem! Szerencsére Tenerife-re ma már elég egyszerűen el lehet jutni. Nekem is sikerült az első közvetlen Budapest-Tenerife járatra felférkőznöm. Egyik utitársam pedig nem volt más, mint Spanyolország-magyarországi nagykövete, José Ángel López Horrin, akit a felszállás előtt egy sárkányfa tortával köszöntöttek. Maga az utazás Budapestről Tenerife déli repterére egy kicsit több mint 5 óra volt. Ennyi idő alatt sikerült abszolválni, amint egy 3738 kilométeres távolságot. A film első részében meglátogatom a sokat, többek között a világ egyik legnagyszerűbb állatkertjét kínáló Puerto de la Cruz-t, majd az egyik legtipikusabb kanári várost, Orotavát. Beugrom egy gasztrotúrára El Sauzalba, hogy aztán telehassal csodálhassam meg az impozáns vulkánt, a Teidét. Végül a sziget déli részén Costa Adehén hódolok a klasszikus nyaralós örömöknek. De még mielőtt elmerülnénk ennek a fantasztikus szigetnek a színkavalkádjába, lőjük be Tenerife pozícióját. Tenerife a Kanári-szigetek legnagyobb szigete, 2058 négyzetkilométeres területével. Ha térképen látjuk, vagy repülőről felülnézetből, a sziget egy északkeletre néző kacsára emlékeztet. Megvan a teste, a farka, a hátsója, a háta, a begye és a feje is a csőrével. Maga a Kanári-szigetek Spanyolország legdélebbi autonóm közössége, 7 nagyobb és több kisebb sziget csoportja Marokkó partjaitól 125-200 kilométerre fekszik. A szigetek összterülete 7500 négyzetkilométer. A turisztikai paradicsom két provinciára, tartományra oszlik. A keleti Las Palmas tartományhoz tartozik Lanzarote, Gran Canaria és Fuerteventura szigete. A nyugati Santa Cruz de Tenerife tartományt Tenerife, La Palma, Homera és Hierro alkotja. Tenerife! És akkor térjünk is vissza Tenerife-hez. Napsütés, pálmafák, strandok, körülbelül ez a közhely ugorhat be sokaknak a szigetről. Nem is véletlenül, hiszen Tenerife ezt is tudja nyújtani. Elsősorban a déli része az, ami a tömegturizmusról és a napfürdőzésről szól. De itt mindjárt meg is töröm ezt a gondolatot és ezeket a képsorokat, mert mutatok egy érdekes helyszínt, és azt is, hogyan változik meg körülbelül 50 kilométeren belül a sziget mikroklímája. A csontig hatoló kellemes szubtrópusi napsütésből egyenesen a Holdra mentem. Be kell vallanom, imádom lebontani a sztereotípiákat. Tenerife, állandó, szikrázó, szép napsütés, fehér homokos tengerpartok. Hát nem, ez is Tenerife, és mivel ez egy vulkáni eredetű sziget, ilyen szép fekete a talaj. A holdszerű tájes strand Puerto de la Cruz városában a sziget északi részén, a neve pedig Playa Hardin. A képek bármilyen furcsa, de nappal készültek, és azt hiszem remekül mutatja Tenerife hihetetlen változatos időjárását. Csak érdekességképpen, a fekete vulkáni homokkal borított strandtól 60 kilométerre délen ez időtájt ragyogott a nap. Tulajdonképpen az azt is jelenti, hogy nem tudunk mellélőni, ha ide utazunk. Gyakorlatilag választhatunk, hogy milyen időjárásra vágyunk. Nekem jól esett ez a borongós, kieskietlenség, és egyébként is meg akartam látogatni a Loro Parkot, a világ egyik legnagyszerűbb állatkertjét, mert az is Puerto de la Cruzban van. A Loro Park története egy tenerifei német sráchoz kötődik, aki nagyon szerette az állatokat. Igen ám, de olyan szegények voltak, hogy mindössze egy papagájt engedhettek meg maguknak, aztán ez lett belőle. A német srác Wolfgang Kiesling ma már befolyásos ember, és egyetlen papagájtól eljutott egy világszínvonalú állatkert létrehozásáig.
A parkról azt is szokták mondani, hogy sokkal több, mint egy állatkert. Nem véletlenül, mert az intézmény valóban sokkal többet kínál, mint az állatok szimpla bemutatása. Egyrészt az állatvédelem kiemelt helyszíne, másrészt komoly viselkedéstudományi kutatások bástyája is a park, harmadrészt állatgyógyászattal is foglalkoznak, nem utolsó sorban pedig nagyon komoly génmegőrző programokat hoztak létre a veszélyeztetett állatfajok megmentésére. A Loro Parkon nyilván nem fog múlni, de nem tudom, például meddig láthatunk még arany oroszlán majmocskákat. Ezek a kis vörös élőlények ugyanis alig 3200-an maradtak az erdőirtások miatt eredeti élőhelyükön Dél-Kelet-Brazíliában. A hely egyébként nagyon szemléletesen hívja fel a figyelmet bolygónk környezeti problémáira, és emellett is rendkívül szimpatikus. Konkrétan úgy éreztem, mintha egy oxigénsátorban sétálnék ebben a szubtrópusi növényekkel körbeölelt paradicsomban. Néha már azt sem tudtam, hogy egyáltalán állatkertben vagy a szabad természetben vagyok, mert olykor-olykor szinte belebotlottam egy-egy élőlénybe. Jelen esetben ezekbe a szabadon kószáló pártás darvakba. Kifejezetten úgy tűnt, hogy az állatok legalább olyan jól érzik magukat a bőrükben, mint a látogatók. A zavarba ejtően értelmes tekintetű gorillák itteni életéről pedig megtudtam egy fincsi kulisszatitkot. Hallgass csak, megy a zene, mindig ez van ilyenkor, mert nem sokára mennek aludni a gorillák, délután 4:30-kor. Próbáltunk mindenféle zenét, hogy mi a legjobb nekik. Na és vajon mit szeretnek a legjobban? Természetesen a klasszikus zenét. Mondhatom, hogy klasszis, kényes ízlésű gorilláink vannak. Szóval délután 4:30 körül most elmennek, és másnap reggel 7-8-ig alszanak. Persze a Loro Park azért ad a szórakoztatásra is. Naponta többször látható delfinsói például világszínvonalúak. Csak ámultam és bámultam ezeknek a csodálatos teremtményeknek az akrobatikus ügyessége és az emberrel való együttműködése láttán. Ezt a függőleges víz fölötti suhanást pedig az életben senki nem fogja tudni megmagyarázni, hogyan csinálják. De a parkban voltak más szintén ügyes, ám jóval tekintét parancsolóbb versenyzők is. A Loro Parki Tenerife-n arról is nevezetes, hogy itt található Európában az egyetlen orkasó. És akkor egy kis kitérő. Igen, a Kanári-szigetek, így Tenerife is kulturálisan Európához tartozik, még ha földrajzilag Afrikához is, de a leghelyesebben talán akkor járunk el, ha azt mondjuk Makaronézia, mert ez fedi legjobban a valóságot. Makaronéziának az Atlanti-óceán északi medencéjének vulkáni szigeteit hívjuk, úgy mint Kanári-szigetek, Madeira, Azori-szigetek és Zöldfoki-szigetek. Mindegyik szigetre jellemző, hogy nagyon sajátos és karakteres a növény és állatvilága, rengeteg olyan faja, ami csak itt található. De akkor vissza az orkasóhoz. Nézzék, hogyan viháncolnak ezek a több tonnás vízi emlősök, a tengerek legrettegettebb ragadozói. A Loro Parkkal kapcsolatban még rengeteg dolgot el lehetne mondani és meg is lehetne mutatni. Van itt egy fantasztikusan hosszú cápaalagút és akvárium, ahol több mint 20 000 tengeri állat és növény található, vagy egy gyönyörű fehér tigrispár. De az állatkert nevezetességei közé tartozik a világ legnagyobb pingvin kifutója is, ahol mesterséges körülményekkel biztosítják az állatoknak a kedvező antarktiszi időjárást, a megfelelő hőmérsékletet és a havazást. Elképesztő a látvány. Puerto de la Cruzban közben elállt az eső, így érdemes volt egy kis sétát tenni. Ilyen Puerto de la Cruz jó időben. A város Tenerife északi részén található, 21 néhány ezeren lakják, és arról nevezetes, hogy Agatha Christie ide költözött, mikor ki akarta heverni depresszióját. Puerto de la Cruz nem csak Agatha Christie szerette, hanem az északnyugat-európai, elsősorban angol és holland turisták. A város jó levegője miatt az orvosok kifejezetten egészségügyi célzattal már a 19. században javasolták nekik a települést. A turizmus persze így fellendült, és ennek köszönhetően a városkában felhúztak később jó néhány magas épületet, ami persze a helyiek körében nem feltétlen aratott osztatlan sikert. Bevallom, én sem ranyogtam a látványért, elsősorban persze azért, mert maga a város egyébként kifejezetten gyönyörű. A vad óceánt szegélyező sétányok, a kis fehér templomok, a hangulatos terek és a tipikus kanári balkonos házak teljesen elvarázsoltak. Napokig tudtam volna sétálni az Orotava völgyének egykori hatalmas kikötővárosában,
amiről egyébként ordít, hogy nagyon sokat megélt hely. Szinte láttam magam előtt a szilaj hullámokon érkező halászokat, a cukor és bor kereskedőket. És ha már szót ejtettem az Orotava völgyéről és a kanári balkonokról, ellátogattam a névadó városkába, Orotavába is, mert itt található a leggyönyörűbb példája ezeknek a tipikus kanári szigeteki építészeti megoldásoknak. A Las Casas de los Balcones, a balkonok háza, Orotava büszkesége. Orotavára és úgy általában a Kanári-szigetekre is jellemző, hogy sokféle kultúra találkozási helye. Erről a városról azt is elmondhatjuk, hogy egy nagyon konzervatív része a szigetnek, ahol a gyarmati és a hagyományos építkezési stílus összesimul egy egységgé. Itt vagyunk például a balkonok házánál, a tipikus kanári épülettel, ahol ei fát használták a balkonoknál, az ablakoknál, és az egyik legkarakteresebb épületévé vált a szigetnek. Szemben vele az 1590-es kőépítésű gyarmati stílusú ház. Ezért mondom, hogy konzervatív ez a hely, hiszen megőriztük ezt az építészeti örökséget, talán jobban, mint máshol a szigeten. Egyébként az az igazság, hogy én úgy összességében az egész várossal elégedett voltam. Nagyon autentikusnak és valósnak tűnt a megkapó utca részleteivel, a tipikus kanári giotin ablakaival, és a harmonikus, nyugodt légkörével. Az északi rész szerintem, ahol az igazi tenerifei kultúrát megtaláljátok. Itt éltek az emberek elsősorban mezőgazdaságból, mert itt volt víz. Sokat esik itt az eső. A nagy tenerifei családok mind itt éltek északon. Dél meglehetősen száraz, szinte félsivatagos. Úgyhogy ott csak szorványosan éltek egészen addig, amíg úgy körülbelül 50 évvel ezelőtt felfedezte magának a turizmus. Jöttek a nemzetközi nagyvállalatok, épültek a nagy hotelek, nyaralóvárosok, és jöttek az emberek a nap miatt, a tömegek. Ezzel szemben Észak megmaradt hagyományosnak, sokkal jobban megőrizte az eredeti kultúrát, az épületeket, a varázslatos természetet. Ez az igazi Tenerife. Valóban Észak és Dél tényleg egy külön világ más éghajlattal, növényzettel, hangulattal, de ahogy már említettem, nem kell köztük választanunk, csaponghatunk bármikor a két világ között, mert a kis távolságok és a kiváló infrastruktúra miatt egyik a másikból gyorsan megközelíthető. Orotavát elhagyva nem hagyhattam ki El Sauzát sem, beugrottam a Casa del Vinoba, a borok házába, egy gasztronómiai orgiára. Már maga az épület is pompás, egy jómódú család haciendája nagy birtoka volt. De nézzük most azt, amiért jöttem, a kanári konyha felső kategóriás remekeit. Szép sorban. Mi tehet az ember, ha betéved ide? Banánkrokettet avokádómártással. Halas gófiólevest. Tőkehalat karamellizált hagymával és batátával. Biozöld salátát hordóban érlelt borrecettel, extra szűz olívaolajjal, kecskesajttal, dióval és mazsolával. Krémes rizst nyúlhússal. Finom omlós tengeri halfilét. És gófiós, mézes, diós vajas kekszet csoki öntettel. Na csorog már a nyáluk? A Kanári-szigeteki konyha a föld függvénye. Mindig saját helyi alapanyagokat használunk, friss zöldségeket és gyümölcsöket, kevesebb húst fogyasztunk, mint a félszigeti spanyolok, sokkal több halat eszünk, és azt is hozzátenném, hogy nagyon sok burgonyát fogyasztunk, mert itt termelik egész Spanyolországban a legtöbbféle burgonyát. Ami pedig a legtipikusabb a sok-sok étel közül, az a gófió. Ez egy ősi étel, már az őslakók is ették, ez egy búzából, árpából, de leginkább kukoricából készült gabona örlemény, amit lehet levesben, desszertként és főételként is fogyasztani, sósan és édesen egyaránt. A fenséges ételek ízét talán csak a feltűnően különleges ízű és változatos Kanári-szigeteki borok tudják fölülmúlni, ha erre járnak, ki ne hagyják.
A Kanári-szigeteken nagyon sokféle bort termelünk. Amitől más az íze a félszigeti spanyol boroktól, annak az az oka, hogy Tenerifén vulkáni talajokat találunk, ezért más ízű a szőlő, ebből következik, hogy más a boraink íze is. Továbbá vannak olyan szőlőfajták, amiket a világon egyedül csak itt találsz. Ácsi, ácsi, itt már másodszor jött be a vulkánosság kérdése, ez ugyanis Tenerifén kikerülhetetlen. Mutattam már önöknek a fekete strandot, a Playa Hardint, és azt is látják, hogy a bazalt most is végig itt figyelt az étteremben, az étel és a borcsodák mögött. Nem tudják megúszni, de szerintem nem is akarják. Elviszem önöket a sziget közepére. Itt vagyunk azon a helyen, aminek magasságát minden spanyol kisiskolás fújja, ugyanis ez Spanyolországnak a legmagasabb hegye. Egyben Tenerifének az alfája és omegája a Teide vulkán. A magasság, amit a spanyol gyerekeknek be kell biflázniuk, 3718 méter. Ez nem csak Spanyolország legmagasabb pontja, hanem egyben az Atlanti-óceáni összes sziget legmagasabb pontja is. Ha pedig a Pico del Teide méreteit az óceáni aljzattól számoljuk, mert bizony ez az impresszív hegy innen kezdődik, akkor 7500 méterével ez a világ harmadik legmagasabb hegye. Mivel Tenerife alfája és omegája a vulkánosság kérdése, ezért elkerülhetetlen egy kis földtörténeti fejtágítás. A vulkánosság gyakran a távolodó, az összeütköző és az alábukó kőzetlemezekhez kapcsolódik, de a Kanári-szigeteknél és Tenerifénél nem erről van szó, ugyanis a szigetek az afrikai kőzetlemezen meredeznek, messze elkerülve a lemezhatárokat. Az itteni vulkanizmus az úgynevezett forrópontos vulkanizmus. A földköpeny felszálló gomolyáramlatai kissé megemelték, majd cigarettaszerűen átégették a földkérget alkotó kőzetlemezt. E fölött szelíd lapos pajzs vulkánok alakultak ki, egészen pontosan három, melyek aztán összekapcsolódtak, és a kapcsolódás közepén kiemelkedett egy hatalmas óriás vulkán, a Las Cañadas, ami állandó működésével szépen felépítette Tenerife mai alakját, a kacsaformát. Aztán ez az óriás vulkán vagy lerobbant, vagy egyszerűen csak berogyott, létrehozva egy hatalmas kaldérát. Utolsó fázisként ezen a hatalmas üsszerű medencén belül alakultak ki a ma ismert klasszikus réteg vulkánok, a Teide és testvére a Viejo. Szóval, ahol most vagyunk, amit most láttunk, a Nemzeti Park, az impresszív Teidével együtt az mind az egykori óriás vulkán a Las Cañadas kaldéráján belül van, ami egyébként a világ legnagyobb kaldérája. Szerintem varázslatos ezt tudva szemlélni a tájat és ezeket az elképesztő sziklaformációkat. Érdekes volt feljönni is. Remekül lehetett látni a növényzet jövek változását. A dús szubtrópusi növényzet egyre csak ritkult, aztán már csak kanári fenyőket lehetett látni, később pedig már azokat sem. 2250 méteren vagyunk, és itt már csak a megszilárdult vulkáni kőzeteket találjuk, illetve rekettyebokrokat. Később a rekettyebokrok is eltűntek, de nem volt hiányérzetem. Egyrészt szeretem a kietlen helyeket, másrészt elkényeztetett színeivel a Teide. Most mondják azt, hogy nem színgazdag egy terméketlen vulkáni terület, eddig látunk vöröset, feketét, szürkét, sárgásat, az új színek a bézs és a zöld. A Teidét egyébként állítólag 1492-ben Kolumbusz is látta füstölögni, de alapvetően négy történelmileg feljegyzett vulkánkitörés volt Tenerifén. Az első kitörés 1704-ben volt, majd két évvel később 1706-ban volt a legnagyobb. A Trevejo vulkán nagy mennyiségű lávával temette el Garachico városát és a város kikötőjét. Aztán volt egy 1798-ban is, végül 1909-ben, mikor Santiago del Teide település közelében létrejött a Chinyero vulkáni salakkúp. Na de búcsúzzunk el a Teidétől, és érkezzünk meg délre, egészen pontosan Costa Adeje városába. Costa Adeje egy új üdülőváros kellemes klímával, az év 300 napján ragyog itt a nap, de nincs olvasztó forróság, az itteni tél 23, a nyár pedig 28 fokos. Garantált az egész éves optimista hangulat. Ezt nyilván a turisztikai iparág ki is használja. Jó magam például egészen meglepődtem volna, ha lépten nyomon nem turistákba botlom. A hely az impozáns hotelekről, a strandoló családokról, mézes heteiket töltő párokról és a naplementében sörrel elslattyogó angolokról szól.
De nem leszek igazságtalan, ezek az emberek nem véletlenül jönnek ide. Komolyan, hány olyan hely van a világon, ahol a különleges klimatikus viszonyok naponta ilyen színeket produkálnak? Costa Adeje azért is kihagyhatatlan, mert itt található a Siam Park, az állatkert kapcsán már említett Kisling Família másik büszkesége. A Tenerife-n járnak, a Siam Parkot mindenképpen érdemes meglátogatni, ugyanis ezt választották a világ legjobb vízividám parkjának. Bizony, a Siam Parkot már sokszor választották műfajában a legjobb helynek. Kis visszautalásként megemlíteném, hogy én jártam már egy másik világszínvonalú szórakoztató központban, Dubajban. Nos, a kettőt összehasonlítva, azt kell, hogy mondjam, a Tenerife is sokkal ember is természetközelibb és élvezhetőbb is, kevésbé megalomán, de ez persze nem azt jelenti, hogy a Dubai rossz, mert korán sem az, és azt sem jelenti, hogy az ide a Siam Parkba látogatóknak le kellene mondania az extrém élvezetekről. Rossz hír viszont, hogy csúszásunk frenetikus élményét nem tudtuk megörökíteni, és önök sem fogják, ha erre járnak, ugyanis itt tiltják a sport és akció kiskamerák használatát. De valljuk be, ez igazából jó hír, ugyanis ilyen szituációban ez kifejezetten balesetveszélyes tudna lenni. Serinával, a Siam Park PR-osával ülök itt ezen a helyen. Serina, mi olyan különleges a Siam Parkban? Hallottam, hogy többször a világ legjobbjának választották. Mi ennek az oka? Tényleg a legjobb a Siam Park. Mindenféle korosztály számára van itt lehetőség. Azt gondolom, hogy a gyerekektől kezdve a felnőtteken át a nagyszülőkig. Vannak itt bezárható széfjeink, biztonságos, élvezhetjük a sebességet, az adrenalint, mindenféle érzelmet megélhetsz. Vannak finom tájételeink is, a park lényege a kultúrák találkozása is. Szóval az emberek élvezhetnek egy szép kanári víziparkot, keveredve a tájkultúrával, ételekkel, dekorációval és a növényzettel, ami nagyon fontos itt. Ez itt őshonos növényzet, ugye? Hogy mondod? Őshonos. Igen, az. Igen, nem véletlen, hogy ezeket a táj motivumokat látják mindenhol a parkban, az alapító ugyanis finoman fogalmazva is tájföldmániás. A park megépítésében részt is vettek dél-kelet-ázsiai szakemberek. Az élménypark egy hatalmas területen fekszik, a legizgalmasabb része pedig kétség kívül az erőtornya. Ez egy 28 méteres meredek csúszást jelent egy medencéig, miközben átszágulhatunk egy lélegzet elállító cápás akváriumon keresztül. A dragon, a sárkány is az egyik legkedveltebb és a legdurvább pályák közé tartozik, de sokan imádják a versenycsúszdát is. Azok, akik nem szeretik, ha pulzusok az egekben van, megelégszenek az úgynevezett lusta folyón való csordogáló ringatózással. De nem lenne teljes a kép, ha nem mutatnám meg önöknek a világ legnagyobb mesterséges hullámmedencéjét, a hullámpalotát. Remélem érzik most már, miről szól Dél. Természetesen ekkor én már megint nagyon a sziget északi részére vágytam. Amit meg is fogok mutatni a kis szünet után. Szubtrópusi őserdők, idilli kisvárosok, csinos nagyobb városok, lélegzetelállító tájak és kedves emberek kísérték utamat. Szóval ott hagytam abba, hogy délen vagyok, és már mentem volna éjszakra. Nézzük, merre csatangoltam a film második részében. Először elmentem Anagába, hogy szubtrópusi vabérerdőket lássak. Majd megnéztem Tenerife talán legszebb települését, San Cristóbal de la Lagunát. Persze a fővárost, Santa Cruz de Tenerife-t sem hagyhattam ki. A sziget délnyugati részéről Puerto Colombo-ból elmentem delfineket nézni. Végül bejártam Tenerife északnyugati részét, Ico de los Vinos, Garachico, Masca és Santiago del Teide érintésével. Most tehát a kacsa fejét vettem célba, Tenerife északkeleti részét, az Anagát. De útközben azért még megálltam a főváros strandján, ami tulajdonképpen egy egykori kis halászfalu, Sant Andrés strandja, és valljuk be, ezen a szigeten kifejezetten egzotikusnak számít. Egy nagyon kellemes, teljesen normálisnak tűnő strandon vagyunk. Ez Santa Cruz de Tenerife a főváros strandja. És azért mondtam, hogy normális, hiszen ilyen homokot azért már láttunk egy-két tengerparton. Viszont az a játék benne, hogy ezt a homokot az 1970-es években hozták ide a Szaharából. Szóval elméletileg ez is egy fekete színű part lenne papíron.
A fővárosi strand a Playa de las Teresitas másfél kilométer hosszú, és 1973-ban az akkori spanyol Szaharából szállították ide a homokot. A spanyol Szahara ma Nyugat-Szaharaként ismert és vitatott státusú terület, nagyrészt marokkói megszállás alatt áll. Maga a kanári és kókuszpálmákkal övezett strand a fővárosiak kedvelt pihenőhelye, családias hangulattal és viszonylag szelíd hullámai miatt. A tenger visszafogottsága egyébként a nagy műgonddal megépített hullámtörőknek köszönhető. Na de irány az anaga, a kacsa feje, ami tulajdonképpen a sziget legrégebbi része. Amíg emlékeznek rá, az anaga volt az egyik forró ponton létrejött pajzsvulkán, ami összekapcsolódott másik kettővel és létrehozta a mai szigetet. Ez a fantasztikus környezet, ami körbeölel a Parque Rural de Anaga, ami nem csak földtörténeti harmadidőszakbeli babér erdeiről híres, hanem arról is, hogy a kormány támogatja és óvja a helyiek tradicionális életformáját. Szóval ez az úgynevezett rural, vagy durva fordításban vidéki park nem csak egy természetvédelmi terület, annál sokkal több. Egy olyan ökoszisztéma, aminek bizony szerves része az ember. Az ember, aki ezen a környéken elsősorban mezőgazdasággal foglalkozik, szabad idejében pedig betér a helyi kocsmába, hogy egyen, igyon és szocializálódjon. Mi amatőr zenészek vagyunk, 19 éve játszunk együtt. Egyébként van közöttünk farmer, taxisofőr, rendőr, és tipikus kanári-szigeteki dalokat játszunk, és latin-amerikaiakat is. Mindannyian itt élünk a környéken, és minden vasárnap bejárjuk a helyi kocsmákat, csak a szórakozás kedvéért, és kapunk némi ételt és bort is ezért. Az emberek itt nagyon szeretik a zenét, persze a turistákat is szívesen látjuk. Ahhoz képest, hogy ezek a hölgyek és urak egyszerű, a zenélésért és némi ételért összeverődött szomszédok, elég jól muzsikáltak. Egészen fantasztikusnak találtam, hogy a turizmusáról elhíresült szigeten ennyire él még a hagyományos életforma, nyoma sincs már itt a déli üdülők turista tömegének. Kis lebúj környezetében Roque de las Bodegas strandja pedig megint egy olyan táj volt, ami teljesen lenyűgözött magányával, fekete partjával, a tengerre szakadó szikláival és vak hullámaival. Az Anaga egyébként is egy olyan hely, ahol mintha megállt volna az idő. Nem véletlen, hogy rendkívül sok hiedelem kapcsolódik a szigetnek ehhez a viszonylag elzárt északkeleti részéhez. Állítólag boszorkányok lakhelye volt ez. Említettem a babérerdőket is, amik tulajdonképpen rengeteg növényfajból álló jégkorszak előtti földtörténeti harmadidőszakbeli növénytársulások. Valaha az egész mediterrán térséget ilyen erdők borították. Ma már csak néhány helyen találhatóak meg eredeti szépségükbe. Az egyik ilyen hely Anaga. Itt Lauri Szilvának hívják, és kedvelt kiránduló helye a helyi családoknak. Azért jöttünk ide, hogy jókat kiránduljunk itt, a gyönyörű természetben. Fantasztikus ez a hely. Elsétálgatunk, beülünk egy lebújba, eszünk, iszunk. Erről szól ez az egész környék. Ha nem fáradtak még bele a szépségbe, most akkor rátennénk még egy lapáttal. La Lagunában vagyunk, ami Tenerife egyik büszkesége. Mi a jelentősége La Lagunának a szigeten? Azt gondolom, hogy a legfontosabb La Lagunával kapcsolatban az például, hogy ez volt Tenerife első fővárosa, és nem csak a gyönyörű építészet az, ami különlegessé teszi, hanem az is, hogy tulajdonképpen ez egy szimbólum, egy új városkoncepciót jelent. A katolikus királyunk akart annak idején valami újat mutatni itt, egy referenciát, hogy ilyenek lehetnek majd a városok a spanyol gyarmatokon, elsősorban Dél-Amerikában, és ez egy totálisan megtervezett város volt, és ez volt az első olyan város, ami köré nem építettek erőszerű falakat. Ankor egy szigetlakó srác, akihez hozzácsapottam, hogy jobban belelássak ebbe a gyönyörű városba, San Cristóbal de La Laguna városába, amit a szigetlakók röviden csak La Lagunának hívnak, és a sziget második legnépesebbje. Azt is fontos tudni, hogy a település híres az egyeteméről. Körülbelül 130 ezeren lakják, ezen kívül 30 ezer mázlista diák ideiglenes otthona. San Cristóbal de la Lagunát Alonso Fernández de Lugo spanyol konkvisztátor alapította 1496 és 1497 között, és megtette a sziget fővárosává. Ez így volt 1723-ig. La Laguna ekkor vesztette el rangját,
Azóta Santa Cruz de Tenerife a főváros. De térjünk még vissza erre a Latin-Amerika kérdésre, mert aki járt már az Atlanti-óceán túlfelén, annak bizony föltűnhet, hogy a város tényleg kísértetiesen emlékeztet néhány ottani nagyvárosra, Kubától kezdve Perun át Kolumbiáig. La Laguna volt először, és aztán a nagy latin-amerikai városok. Ezt a modellt hozták Európából, és aztán ezt vitték tovább például Havannába, Kubába, vagy Cartagenába, Kolumbiába. Szóval amikor ide jönnek az emberek, és úgy érzik magukat, mint Havannában, Kubában, valójában fordítva van. Havanna olyan, mint La Laguna, mert La Laguna volt az eredeti. Sokan tartják úgy, hogy La Lagunát kihagyni nagyobb hiba, mint a főváros Santa Cruz de Tenerife-t, de szerencsére könnyen megoldható mindkettő látogatása, lévén mindössze 12 kilométerre vannak egymástól. Ankor társasága egyébként nagyon kapóra jött, ő ugyanis a fővárosban lakik, úgyhogy nem is teketúriáztunk, átlibentünk Santa Cruz de Tenerife-re is. Ez egyébként alig negyed óra, de furcsa módon olyan érzésem volt, mintha a fővárosban jóval melegebb lett volna. This is another factor that makes Tenerife. Tenerife egy nagyon különleges hely, szinte minden sarkon más éghajlat van. Úszol egyet kimelegedve az óceánban, aztán elmész és agyonfagysz a tejdénél, és igen, jól érzed, tényleg melegebb van. La Lagunában átlag 4 fokkal kevesebb szokott lenni, mint a fővárosban, pedig csak 12 km és 10 perc autóval. Komolyan már meg sem lepődtem ezen, na jó, egy kicsit mégis. Talán rossz a hasonlat, de ez olyan, mintha Újpest és Angyalföld között folyamatosan 4 fok különbség lenne átlagban. A főváros Santa Cruz de Tenerife modernebb hatású, mint La Laguna, de szintén egy nagyon kellemes atmoszférájú hely, sétáló utcákkal, kisvárosias hangulattal. Legikonikusabb részei a Plaza de España, a spanyol tér, amit Tenerife egyik főtereként is szoktak apostrofálni, az Auditorium, ami kulturális események és fesztiválok helyszíne, valamint a barokk és toszkán stílusjegyeket mutató templom, az Iglesia de la Concepción. Ha le kellene írnod Santa Cruz de Tenerife-t egy kívülálló számára, mit mondanál nekik, hogyan írnád le? Hát azt mondanám, hogy Santa Cruz egy nagyváros, kisvárosias hangulattal, pont olyan kontrasztos, mint egész Tenerife. Egy modern, kozmopolita város. Van nekünk egy nagy kikötőnk, ezzel összefüggésben elég nagy itt a multikulti is. Jönnek a turisták, és egészen biztosan mondhatom, a legfontosabb bevásárló negyedek is itt vannak a szigeten. Plusz azt is elmondhatom, hogy a különböző negyedek olyanok, mintha a városok lennének a városon belül. Érdekesség, hogy a Kanári-szigeteki kormányzati székhely 4 évente változik. Hol itt van, hol áttelepül Gran Canaria szigetére Las Palmasba. Az autonóm spanyol tartomány parlamentjének állandó székhelye viszont mindig itt van Santa Cruz de Tenerife-n. Még adós vagyok egy rövid, leegyszerűsített történelmi leckével. A sziget őslakója guáncsék vagy guáncsok voltak, akik szintén nem voltak klasszikus értelemben vett őslakok, mert úgy tűnik, ők is betelepültek. A korabeli történetírók szerint világoshajú, magas és kékszemű emberek voltak, ezért sokáig tartott a romantikus elképzelés, hogy a guáncsék a vikingek messzire elvetődött leszármazottai. A modern genetikai és nyelvemlék vizsgálatok viszont kimutatták, hogy az észak-afrikai berberekkel állhattak közeli rokonságban és különböző tartományokban álló királyságban éltek a szigeten. Egészen addig még II. Ferdinánd aragóniai király és első Izabella kasztíliai királynő megbízásából Alonso Fernández de Lugo 1494-ben betette a lábát Tenerife-re, leigázta a guáncsékat, és azóta gyakorlatilag Spanyolországhoz tartozik a sziget. A guáncsék már a teljesen kihaltak, genetikai lenyomatukat viszont máig őrzi a helyi lakosság. Tenerife tehát egy nagyon külön világ Spanyolországon belül. A bécsi spanyol turisztikai hivatal igazgatójával is pont arról beszélgettünk, hogy milyen plusz tud adni a sziget azoknak, akik például jól ismerik Spanyolországot. Tenerife és a Kanári-szigetek nagyon különbözik a félszigeti Spanyolországtól. Hozzáteszem, a Kanári-szigetek összes szigete egy külön világ.
Na de szóval az a nagyszerű benne, hogy alig 2 órányira van Madridtól, egy teljesen más világba csöppensz, 3 kontinens találkozását egyszerre érezheted itt. Európáét, Afrikáét és Latin Amerikáét. Latin Amerika például ott van az építészetben, az ételek ízeiben. Afrika is megérintette a szigetet, Európa pedig egyértelmű. És még egyszer, mindössze 2 órányira van Madridtól, a fővárosunktól. Itt, a végtelen Atlanti-óceán partján ért a naplemente, a sokadik katarzist éltem át Tenerifén. Másnap ismét délre mentem. Puerto Colón kikötője délen már a bemutatott Costa Adehében van. Itt kiváló alkalom nyílik arra, hogy kihajózva eredeti élőhelyükön ceteket és delfineket lássunk. Ehhez egészen ki kellett mennem a nyílt óceánra, a sziget nyugati részére. Én már láttam is magam előtt az ámbrász ceteket, mert bár nagyon ritkán lehet velük találkozni, a legjobbat reméltem. Halkan megjegyzem, az este elfogyasztott tenerifei borok és a katamarán folyamatos ingása így együttesen azért kissé szédülőssé tette ezt az álmodozást. De az első gömbölyű fejű delfinek feltűnése gyorsan helyre rakott. Leírhatatlan érzés volt az élőhelyükön látni ezeket a 4-8 méterre megnővő fogaszceteket. Az ott például, mintha egy család lenne. Persze filmezni nem könnyű őket, mert azt csak ők tudták, hol fognak felbukkanni legközelebb. A palackorú delfinek sokkal közelebb jöttek, gyorsaságuk és manővereik viszont szinte nekik is lekövethetetlenek voltak. Mondanom sem kell, egész más ilyen körülmények között látni ezeket az állatokat, mint mondjuk az állatkertben, és bevallom, én nagyon-nagyon meg vagyok hatódva a gömbölyű fejű delfin családtól. A meghatódottságot persze gyorsan lehűtöttem egy csobbanással a valószínűtlenül kék óceánban. Aztán a sirályokkal is sikerült jól összehaverkodnom, legalábbis ezt próbáltam elhitetni magammal. Sokkal észszerűbb magyarázat egyébként, hogy a madarak egész egyszerűen csak a potyakaljáért érkeztek. Akárhogy is, nem lehet rossz érzés így élni, hogy egész évben ott a kert végében az Atlanti-óceán. Tenerife lakói tehát el vannak kényeztetve, rendkívül kedvező természeti adottságokkal áldotta meg őket a sors, viszont nagyon vigyáznak is az értékeikre, és a világért sem akarnák szétrombolni ezt a földi paradicsomot, például szennyező energiatermeléssel. Tenerifén a zöld gondolatok mondhatom természetesek és komoly hagyományai vannak. A sziget délkeleti részén járok, az Atlanti-óceán partján, egy megújuló energiákkal foglalkozó kutatóintézetben. Az ITER, mert így hívják a helyet, 1990 óta foglalkozik megújulós kutatásokkal és zöld energiatermeléssel. Hatalmas, fotovoltaikus napelempanelei egész Tenerifén rengeteg családot látnak el elektromossággal, szélerőműparkjai pedig évente csaknem 30 000, egészen pontosan 29.411 tonna fölösleges széndioxid kibocsátástól óvják meg a légkört. A szélerőművek által megtermelt áramot a helyi villamosművek kapja meg, akik aztán szétterítik az egész szigeten. Rengeteget súlykoljuk ezen a csatornán a megújuló energiák fontosságát, érthető, hogy kedvesek ezek a képek nekem. Kíváncsi lennék, hogy egy fosszilis energiát termelő erőmű mellett is ilyen tiszteje a levegő. Költői kérdés volt, nyilván nem. De voltak itt más érdekességek is, például 25 darab bioklimatikus ház. Miren kifejezetten ezzel a területtel foglalkozik, és azt mondja, ez egy remek alternatíva, egy tudományosan igazolt, kiforrott útmutatás arra, hogyan éljünk otthonainkban energiaszegényen. A bioklimatikus ház egy építészeti koncepció. Egy házat jelent, de egy épületet is jelenthet, mert a látogatóközpontunk is ilyen. Na szóval, a lényeg az, hogy a ház tulajdonképpen olyannak van tervezve, ami ennek az adott hely megkívánja. Ugyanis minden helynek nagyon különleges klimatológiai kondíciói, éghajlati jellemzői vannak. Nap, szél, nedvesség. Az épületek tájolása nagyon specifikus. Jártál sok helyen már a szigeten. Bizonyára észrevettem, hogy mennyire különböző az éghajlat a Teide tetején és a parton. Teljesen más. Nos, a háznak az igénye is ezt követik, tehát az adott hely viszonyaihoz vannak tervezve, mégpedig úgy, hogy minél kevesebb energiát használj, amennyire keveset csak tudsz. Sőt, inkább termelj energiát. Az összes ház fel van szerelve integrált napelemekkel, és a víz is fűti a házat. Az a víz, amit a tengerből nyerünk sótalanítással.
Ugye ellaknának szívesen önök is egy ilyen házban? Mert én igen. Főleg itt Tenerifén, aminek vonzereje az itt töltött néhány napom alatt csak nőttön nőtt. Különösen, hogy ismét a sziget egyik legeredetibb részét látogattam meg. Oda mentem, ahol eddig még nem jártam. Északnyugatra. Az egész Kanári-szigetek, de különösen Tenerife szimbóluma mögöttem látható sárkányfa. A sárkányfa egyébként itt őshonos faj, de nem csak itt, hanem egész Makaronéziában. Makaronéziában, tehát a Kanári-szigeteken, a Zöldfoki-szigeteken, Madeirán és az Azori-szigeteken. De a sárkányfát talán Tenerifehez lehet a legjobban kötni, ennek a szigetnek a szimbóluma. Különösen azért, mert ez a föld valószínűleg legidősebb sárkányfája. 12 méter kerületű törzsével és 14 méteres magasságával itt található egy Icod de los Vinos nevű városkában. Ez a gyönyörűség a városka főnevezetessége, és Drago Millenáriónak, azaz ezer éves sárkányfának nevezik, noha pontos korára csak becslések léteznek. Van olyan, aki 3000 évesnek mondja, a legóvatosabbak 500 évesnek tartják, de a legreálisabbnak a 700-800 éves kor tűnik. A következő bűbályos kis település, amit megmutatok önöknek, Garachico, a betemetett város. Garachico ezekkel a természetes medencékkel egyszerűen imádni való. Itt az Atlanti-óceán, a láva folyamok, imádom az egészet. A kis, mondhatjuk településecske, tényleg az egyik legnagyobb favoritom volt ezekkel a természetes alakzatokkal. Garachico életében 1706. május 5-e egy tragikus nap volt. Az egykori borkikötőt komoly földrengéseket követően ugyanis elöntötte a láva. Amit látunk tehát tulajdonképpen az egykori nagy tüzes láva folyás, amit csak a még nagyobb hűvös kékség az Atlanti-óceán csitított le. Itt randevúzott tűz és víz, hogy frigyükből később megszülethessenek ezek a lapos, fekete medencék. A mélyedések tökéletesek a fürdőzésre, dagálykor ugyanis befolyik, apálykor pedig ott ragad a tengervíz. A középkori épületekből csak a Szent Mihály erőd vészelte át a pusztulást. Mi másból, fekete lávakőből épült, és a kalózok támadása ellen védte a kikötőt. De még tovább lehet fokozni a gyönyört, beléptem egy olyan világba, ahol az ég és a tenger összefolyik. Csak a zöldellő hegyek miatt tudtam, hogy még a földön járok. Ha most néznénk egy térképet, akkor a Kacsa farkán vagyunk, ez a Ténó Rural Park, ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint az Anaga, és ez is arról nevezetes, hogy itt nagyon apró kis települések vannak, és főleg mezőgazdaságból élnek a helyiek, illetve már megjelent a turizmus is. Az egyik ilyen pici, alig 150 lakosú hegyi falu Maska, az egykori kalózfészek, ma már olyan bájos, hogy szinte szavakkal elmondhatatlan. Tudják mit? Be is fogom a számot. A Kacsa farkán az északnyugati kört Santiago del Teidével zárom. A településsel, ami az utolsó 1909-es vulkánkitörés elszenvedője volt. De tökéletesen helyrejött, ma már egy álmos tenerifei kisváros, egy tipikus központi térrel és egy még tipikusabb fehér templommal. Santiago del Teidéből árad a lusta nyugalom. Senki nem siet sehová, és a szigetnek ezen a részén még komolyan él a hagyományos létforma, így például a machoizmus. Egy igazi úr például a padon üldögélve bekkeli ki az időt, míg anyu otthon főz és takarít. Egy másik úr pedig vörösbor társaságában pihenget egy hűsfa alatt. De volt még egy érdekes találkozásom egy hölgyel, Almási Gabriellával, aki amellett, hogy magyar, ízig-véri kanárinak is tartja magát. Gabi, ugye te most már Malagán élsz, de gyakorlatilag az identitásod része, hogy kanári is vagy. Meséld már el azt, hogy mikor, miért jöttél ide, és gyakorlatilag mennyire volt könnyű átállni neked? Így van, a kanári identitásomra nagyon büszke vagyok. 1991-ben egy akkor még létező osztrák, magyar, spanyol vegyes vállalat, egy utazási iroda kiküldött a Kanári-szigetekre. Én jöttem az első közvetlen géppel Budapest és Las Palmas között fél évre, és ebből lett a 25 év. Amikor úgy mész egy idegen országba, hogy van munkád, ez nagyon megkönnyíti az átállást. Hogyan fogalmaznád azt meg, hogy mit jelent a Kanári-szigetek egy olyan embernek, aki még soha nem járt itt? És
Mitől különleges ez a hely? Nagyon nehéz kérdés. A Kanári-szigetek minden. A Kanári-szigetek egy fantasztikus éghajlat. Nagyon normális emberekkel, akik mosolyognak rád, akik segítenek bármi problémád van, vagy bármi kérdésed van. Azt szoktam mondani, hogy amikor a kordobai nagymecset már állt, a Kanári-szigeteken az őslakosok még barlangban éltek, tehát a kettőt nem lehet egy lapon említeni. De a Kanári-szigetek a növényvilágával, a strandjaival, a konyhájával szerintem mindenkit megfog. Szóval Tenerife könnyen befogadta Gabit, én pedig ennél is könnyebben magát a szigetet. De azt hiszem, ez az a pont, mikor el kell búcsúznom önöktől. Hetekig tudnám még ragozni, hogy mennyire fantasztikus pici szeglete ez a világnak. Mert Tenerife bár sokkal kisebb, mint legkisebb megyén Komárom-Esztergom, tényleg olyan, mint egy mini kontinens. Ráadásul egy olyan mini kontinens, ami már szinte dühítően bőkezűen kapott minden földi jóból. Persze ez a düh nem valódi, inkább csodálat, valamiféle fájdalmasan gyönyörű érzés. Garachico, az Anaga, a Teide, La Laguna és a többi gyönyörű zsivány mind-mind olyan, mint egy nagyszerű szerető. Ha velünk van, a mennyországba érezhetjük magunkat. Ha viszont nincs, elviselhetetlenül fájdalmas a hiánya.